Idén március 15-én kezdődtek el a Nyíregyházi Gárdonyi Géza iskola felújításával járó munkálatok. A folyamatot hátráltatta a kora tavaszi havazás, ezért csak április végére tudják befejezni az iskola udvarának rekonstrukcióját. A felújítás teljes egészében a Nyíregyházi Tankerületi Központ saját költségvetéséből valósul meg. Közel 24.862.000 forint értékben megújultunk a Nyíregyházi Tankerületi Központ jóvoltából. 25 darab beltéri ajtó cseréjére került sor, és a régi nagy álmunk az udvar korszerűsítése, pormentesítése valósult meg. Mini sportpályát építenek ki, javítják a kézilabdapálya repedéseit, és így balesetmentessé tudjuk tenni a gyerekek mindennapjait. Szükséges is ez, hiszen várjuk a következő tanévre beiratkozó elsősöket, hiszen holnap-holnap után beiratkozás lesz. Az udvar felújítása azért vált szükségessé, mert a 36 éves régi udvar elavulttá vált, és a pedagógusok nem érezték itt biztonságban a tanulókat. A homokos udvar részt térkőre cserélték, mert egyre több az asztmás gyermek, akiknek így javíthatóak az életkörülményei. A tanulók szabadidejük nagy részét az udvaron töltik sportolással. A mindennapi testnevelést mindig is központi témának tekintettük, heti 5 testnevelés órát tartunk, a 16 tanulócsoport heti 5 testnevelési órája, ez lefoglalja a tanterem és az udvar minden porcikáját, minden részét. Úgy gondolom, hogy az egészséges életmódhoz nagy mértékben hozzátartozik az, hogy egészséges környezetben is legyenek a gyerekek, és a pormentesítés nagyon-nagyon szükséges volt, az udvar pormentesítése. A teljes udvar felújítása közel 700 négyzetméteren valósul meg.